Dr. Lévei Csaba egyetemi docenst arról kérdezem, hogy hogyan foglalható össze röviden az amerikai-magyar kapcsolatoknak ez a csírája, tehát az amerikai államnak is a csírája, illetve egy feudális hatalmon belüli tengeren túli híreknek a kezelése, a terjedése, a fogadtatás. Talán nem is gondolnánk, de nagyon sok hasonlóság volt a 18. században Magyarország és az észak-amerikai brit gyarmatok helyzete között. Mind a két terület egy-egy nagyobb birodalomnak a részét képezte, ugye Magyarország a Habsburg birodalomnak a része volt, az észak-amerikai brit gyarmatok pedig a brit birodalomhoz tartoztak, és nagyon érdekes módon mindkét terület bizonyos fokú autonómiát, önkormányzatot élvezett a birodalmon belül. Ugye Magyarországnak is saját kormányzata volt, saját országgyűlése volt, és a gyarmatok is egy elég széleskörű önkormányzatisággal rendelkeztek. Viszont a 18. század folyamán a birodalmak kormányzatai központjai szerették volna központosítottabbá tenni, hatékonyabbá tenni a birodalmokat. Magyarországon Mária Terézia és II. József, Nagy-Britanniában pedig III. György a 7 éves háború után olyan új intézkedéseket vezetett be, amelyek szorosabb ellenőrzés alá akarták venni egyfelől Magyarországot, másfelől a gyarmatokat. És ennek az eredménye volt tulajdonképpen a II. Józseffel szembeni ellenállási mozgalom kibontakozása Magyarországon, illetve az amerikai függetlenségi háború és forradalom kirobbanása az Egyesült Államokban. És ezt a hasonlóságot egyébként a kortárs magyarok nagyon jól látták, nagyon jól érzékelték. Látták, hogy a brit birodalom ugyanolyan gazdaságpolitikát folytat a gyarmatokkal szemben, mint amilyet Bécs folytat Magyarországgal szemben. És ebből következően több kortárs jeles magyar gondolkodói, utalhatnék Berzevici Gergelyre, vagy Hajnóci Józsefre, aki majd a jakobinus mozgalomnak a részvevője lesz, akik világosan megfogalmazták azt, hogy itt bizony a két terület között, a két terület helyzetében bizonyos hasonlóság figyelhető meg. Ha összehasonlítjuk azt, hogy például majd jó 100 évvel később az amerikai polgárháborúban 1861 és 65 között milyen sok magyar szolgált, akkor ehhez képest a függetlenségi háborúban jóval kevesebben vettek részt. Ugye ennek az volt az oka, hogy a 48-49-es forradalom bukása után nagyon sokan honvédtisztek emigráltak, nagyon sokan az Egyesült Államokba kerültek, és ott beálltak a hadseregbe. Kovács Mihály fontos szerepet játszott, nyilván nekünk nagyon fontos, és nyilván az amerikaiak is számon tartják őt, de persze azért tudni kell, hogy nem ő volt az egyetlen európai katonatiszt, aki felajánlotta a szolgálatait az amerikai hadseregnek. Olyan neveket idézhetnénk, mint Lafayette Márki például, aki majd aztán a francia forradalom egyik vezetője lesz, vagy Tadeusz Kosciuszko, aki majd a lengyel függetlenségi mozgalom egyik vezetője lett, vagy Pulaszki, akinek ugye a légiójában Kovács Mihály is szolgált. Tehát Kovács Mihály nem volt egyedül, nyilván nekünk ő a legfontosabb, de azért számon kell tartanunk, hogy egyfajta nemzetközi közösségnek a része volt ő.